hatások kezelését választottuk nektek, mert úgy érezzük, hogy ez már a mi korosztályoknak inkább megfelel. A bankrendszer legfontosabb elemeiről is hallhattak a diákok a Pénz Hét nyíregyházi óráján. A fiatalok azt mondták, jó, hogy ilyen kérdésekről is tanulhatnak az iskolában. Sok új dologgal megismerkedünk, amit ő később tudunk talán majd hasznosítani, meg ő hát úgy felkészít minket valamennyire így a nagy életre, szóval szerintem mindenképp hasznos. 2015-ben csatlakozott Magyarország az európai kezdeményezéshez. A diákok úgy látják, kevesebb meggondolatlan pénzügyi döntést hoznak akkor, ha az alapfogalmakkal tisztában vannak. Szerintem is nagyon fontos megismerkedni az ilyen új információkkal, főleg a mai diákoknak. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ne essünk olyan hibákba, mint mondjuk a szüleink vagy a környezetünkben élők. Volt olyan diák, aki már tavaly is részt vett a Pénzhét programon. Országosan 315 ezer fiatal csatlakozott a kezdeményezéshez. A mai világban már nem engedheti meg magának senki azt, hogy ne tudjon semmit a pénzről, vagy hogyha már tud is valamit, azt tudja jól, és akkor jobb, hogyha olyan embertől hallja, aki ért a ház. A Magyar Bankszövetség és civil szervezetek koordinálják a programot országosan. A Zrínyi igazgatója azt mondta, a pénzügyi oktatás hamarosan beépül a kötelező tananyagba is. A nemzeti alaptantárba is belekerült, például egy életvitel című tantárgy, aminek még nem láttuk a követelményeit, de az, hogy a pénzügyi tudatosságra való nevelés ott van, az teljesen biztos. Idén március 7-e és 13-a között rendezték meg a Pénzhét sorozatot. Országosan 788 általános és középiskola csatlakozott a programhoz.